Balázsolás. Rekedten rimánkodom. Csak vegyél észre. Kisgyerekként rajongva féltem az Istent. Márton nagyapám és Justin mamám házában a hit hatalmas volt. Tágas és sértetetlen, mint a füstölő láthatár. Velünk lakott másfél szűk szobán, ahogy Pisti bátyám, Zsuzsa néném. Velem várta a buktát hajnalban a teremtő. És erről neked tudnod kellett. Hiszen naív révülettel néztem Jézus és Mária cingár agyagszobrai közül a tartózkodó semmibe. És bár sosem ejtettük ki a neved, anyám hittel járt velem a nővérek sajnálatába haza. Milyen beteges kisfiú, a te öntudatlan hiteddel. És lehet-e méltóbban dicsőíteni valakit, mint nem tudni róla, hogy van? Mégis érezni a hiányát, remélni, hogy abba a sűrű űrbe, végleges vákumba, hegesztett hiátusba teremtetett szent. Van ott valaki. Hát ott vagy-e tényleg, Szent Balázs? Ne a 65 kevés férfit nézd, kik magukat mérték hozzád, megfúltak, hiba lenne törődni őket, méltatlanok maradék időmre. Ne hallgasd a fenevadak sírását, a karmok nyöszörgését, nekik majd ad az élet, még övék a paradicsom. De az én édesanyám, hallgasd. Úgy sír, ahogy akkor, ahogy majdnem 40 éve a Szentesi Kórház gyerekosztályán a bárányhimlőtől lázas fia mellett tanult anyaként sírni. És mióta megvágták a nyakam, mérget töltöttek belém, megégtem, és elfelejtettem nyelni. Hozzázokok szakadatlan. Hogy tél közepén, Balázs napon, amikor megjön az első MR lelet, amikor kiderül, ima volt-e mégis ez a tengernyi szenvedés, ami ugyan a te kényaidhoz nem mérhető, de már ne bocsáss, a te erődet és hitedet sem adták hozzá, hogy kímélj meg neki. Óvj meg anyámnak. Hadd lehessek egykor volt szép, ödémás, égett arcú, szerető fiam.